Sok szeretettel köszöntöm kedves nézőinket a Megkérdezzük a Polgármester című műsorunkat látják. Köszöntöm stúdiómba Cserini német Angéla polgármesterasszony. Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm Önöket. Tegnap testületi ülés volt, 17 napi rendi pontot tárgyaltak, és talán egy kicsit túlzok, ha azt mondom, hogy mindegyiket tárgyalták, hiszen voltak olyan napi rendi pontok, amik gyakorlatilag mint a késő vajon átmentek. Ami igazán nagy vitára adott okot, az a, vagy a lehetőséget, az a Bezsilla utcai ingatlannak az elidegenítése. Egy picit beszéljünk erről, mit is jelent pontosan ez az elidegenítés, és ennek az ingatlannak az ügyében miért alakult ki ekkora vita a testület körében? képviselőtestület tulajdonképpen azt tárgyalta, hogy lemondunk-e az elővásárlási jogunkról a Bezsilla utca 36-ban lévő nem mi tulajdonunkban lévő ingatlan részről. A fővárosnak van egy 172 négyzetméteres ingatlan része, ahol régen működött a Szabó Ervin könyvtár. Ezt a főváros a tavalyi év folyamán háromszor próbálta értékesíteni ezt az ingatlan részt, egyetlen egyszer sem sikerült neki, és most idén februárban csinálta egy értékbecslést, amiből kijött, hogy 37, közel 38 millió forintért tudná értékesíteni ezt. Ketten vitték el a pályázati anyagot a fővárosi ingatlan részre, egy valaki adta be, egy cég adta be a pályázatot ezen az áron, ezen a 30, közel 38 millió forintos áron. És ugye mi, mint másik tulajdonos ezen az ingatlanon, élhetünk az elővásárlási jogunkkal. És ugye az volt a napi rendnek a címe, hogy elővásárlási jogról való lemondás. Azt kell tudni még erről az ingatlanról, hogy hét lakás van ezen az ingatlanon, ezen a fővárosi tulajdonunk volt Szabó Ervin könyvtárnyi helységen felül. Ebből a hét lakásból négyben bérlő lakik, illetve három lakásunk üres. A három lakás az az alaksorban helyezkedik el, és valamikor a 2018-19-es évben egyébként felújításra került ez a három lakás, de nem sikerült abszolválni az akkori Palota Holding vezetésének a felújítást, úgyhogy abban lakhassanak is abban a lakásban. Beköltöztek ugyan a bérlők, de záros határidőn belül ki kellett őket költöztetni, mert nem sikerült megoldani azt, hogy ne vizesedjen az alaksori rész. És amivel a vita kerekedett, hogy valóban éljünk -e az elővásárlási jogunk lemondásával, avagy vegyük meg ezt a 172 négyzetméteres első emeleti ingatlanrészt, és majd mi újítsuk fel, akár lakásként, akár közösségi helységként, vagy mi legyen ezzel a, ennek az ingatlannak a sorsa. Sokan aggodalmukat fejezték ki azért, hogy esetleg ott a befektető valami teljesen más funkciót szán ennek az épületnek. Ez azért nem valós, mert helyi védettség alatt áll az épület, tehát a homlokzaton nem tud változtatni igazából a, az újonnan vásárló vagy a, az új tulajdonos de valószínűleg ez nem győzte meg a képviselőtestületet, tehát nem született döntés abban, hogy lemondjunk ez elővásárlási jogunkról, avagy megvegyük ezt az ingatlan részt. Amit mi még szerettünk volna, illetve az én kiegészítő előterjesztésem volt, hogy ezt a bizonyos három alaksori lakást, amit korábban a Palota Holding nem kevés pénzért felújított, de nem sikerül benne lakónak laknia vagy élnie, hiszen penészesek a falak, és, és élhetetlen ez a három rész, hogy ezt a három lakást adjuk el ugyanannak a befektetőnek, vagy ugyanannak a cégnek, aki egyébként megvenni a fővárosi részt. Ebben nem született döntés, vagy ebben sem született döntés. Ugye volt egy olyan javaslat, hogy esetleg hozza vissza a képviselőtestület elé a polgármester, meglátjuk, hogy mi lesz ennek a sorsa. Azt tudni kell, hogy 45 napunk van arra, hogy lemondjunk az elővásárlási jogunkról. Ez a jövő hét közepén lejár, ez a 45 nap, ugye az ő szerződéskötésüktől mármint, hogy a, a vásárló, vagy a vevő és a, a fővárosi, főváros között kötött szerződés, értelmében. Meglátjuk, hogy mi lesz ennek a sorsa. Én a magam részéről továbbra is azt támogatom, hogy ne vegyük meg ezt a 172 négyzetméteres, egyébként 15 éve üresen álló ingatlant, tehát azért azt el lehet képzelni, és a testületülésen vetítettünk és fényképeket, el lehet képzelni, hogy milyen állapotban van. Plusz hozzájön ez az alaksori élhetetlen lakásoknak a helyzete, és én azt javasoltam, hogy ezt a három lakást is adjuk el ugyanennek a, a vevőnek. Meglátjuk, hogy mi lesz ennek az ingatlannak a sorsa. Ugye itt Például a Fidesz frakcióból a dr. Szalai a kiemelte azt, hogy nagyon későn került a testület elé ez az ügy, ő azt sérelmezte a testületi után adott interjújában, hogy ugye a 45 napnak szinte a végén került az ügy a testület elé, és hogy releváns döntés hozni sokkal könnyebb lett volna, hogyha a 45 napnak az első szakaszában tudják ezt tárgyalni. Nyilván volt oka annak is, hogy a testület csak most tudott erről beszélni. Hát a testület azért tárgyalt most, mert ugye most volt munkatárs szerinti képviselőtestületi döntés, és mi is megkaptuk valamikor az előszerződést augusztus elején. A főváros és a vevő közötti szerződést meg kellett várni, illetve megkaptuk a fővárostól, és ennek függvényében telik a 45 nap. Én nem gondolom azt, hogy későn vagy korán tárgyaltuk ezt. Én szerintem a 45 napba belefértünk ezzel a tegnapi képviselőtestületi üléssel, hogy ők milyen információval rendelkeznek, vagy milyennel nem, ez szerintem nem befolyásolja, hogy mikor tárgyalt ezt a képviselőtestület. Célszerű egyébként ezt az ingatlant is, talán úgy egészben eladni, vagy egészben értékesíteni, hiszen az mindig többet ér, vagy többet hoz a konyhára az önkormányzatnak, hogyha egészben értékesít egy ingatlant, mint akár terhelten, akár bérlővel terhelten, vagy másképpen nem tehermentesen. Meglátjuk, hogy, hogy el tudjuk-e adni egyébként úgy, hogy a, a, négy bérlőt talán kihelyezzük onnan abból az ingatlanból, de szerintem még a jövő zenéje, ennyire nem menjünk előre. És itt utaltam arra, hogy ugye nagyon rosszak a lakások az alaksorban, számtalan ilyen ingatlan van egyébként, ahol nagyon rossz minőségűek a lakásaink. Nagyon sok olyan vezetői döntés született már, ami majd képviselőtestület elé vagy bizottság elé megy, hogy adjuk el adott esetben egy-egy ingatlant, akár lakásokat, egy-egy házban, vagy akár teljes egészében a házat meglátjuk, hogy ebben, ebben milyen döntés születik bizottságban, illetve képviselőtestületi ülésen, és itt kapcsolódnék ahhoz, hogy egyébként majd szeretnék még idén kiírni, ettől függetlenül önkormányzati lakásokra pályázatot, költségelvű, illetve szociális pályázatot. Ugye most már lefutotta az idén egy pályázat, és azt is nagyon várták a kerületi lakosok. Ha megnézzük, akkor hát igen nagy számban többszörös túljelentkezésről beszélhettünk. Mi alapján döntöttek úgy, hogy szociális és költségevű lakáspályázattal terveznek? Ugye három kategóriában írhatnak ki. Ezek szerint akkor a piaci pályázat az most nem lenne, hanem a két úgymond alacsonyabb kategóriájú pályázatra számítanak. De a piaci pályázat zárult le mostanában, és most adták bérbe a lakásokat azoknak, akik nyertek ezen a piaci pályázaton. Idén úgy került kiírásra a piaci pályázat, hogy gyakorlatilag mindent a bérlőnek vagy a bérlőjelöltnek kell felújítani, ők ezt vállalták is. És úgy szeretnénk kiírni a költségelvű pályázatot is, és a szociális pályázatot is, hogy ott is valamilyen szinten a bérlőnek vagy a bérlőjelöltnek kell vállalnia valamilyen felújítást. Ugye az önkormányzat költségvetése véges. Én azt szoktam mondani, hogy a, az áramot, a gázt. Azt, lehetőség szerint ne feltétlenül a bérlő újítsa föl. Én bevallom őszintén, hogy én félek a gáztól is, meg a 2.20-as áramtól is. Tehát én, én biztos, hogy nem nyúlnék bele a, 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 a korábbi vezetékekbe, és azért elég sok olyan lakásunk van, ahol gyakorlatilag az egész lakást át kell vezetékelni az áram szempontjából. Most vannak az, azok a megbeszélések, hogy milyen feltételekkel írjuk ki ezeket a pályázatokat, és valóban ugye a költségelv és a szociális, az, az alacsonyabb jövedelem kategóriát, jó bérlőket vagy bérlőjelölteket érinti. Tervezzük most a ö, október környékén kiírni a költségelvüt, és talán évvége felé sikerül a szociálist is, de ehhez meg kell nézni azokat a lakásokat, hogy mik azok, amik kiírhatóak, és a Holdingnak illetve a, a bérlőjelöltnek mennyire terheli meg a pénztárcáját az, hogy felújítsák és, és lakhatóvá tegyék ezeket a lakásokat. Úgyhogy ez van most folyamatban ezek a megbeszélések. És hát nyilván sok időt vesz igénybe maguknak a lakásoknak az állapot felmérése is, úgyhogy erre a témára biztos, hogy visszatérünk a későbbiekben, megnézzük majd, hogy hol tartanak ezek a folyamatok. Én nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm szépen a meghívást. Nézőinknek köszönöm szépen a figyelmet, tartsanak velünk, mert a heti hírtükörben többek között a testületüléssel is foglalkozunk majd hosszabban. Viszontlátásra!